Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket államalapításunk és az új kenyér ünnepén. Kérem Önöket, hogy ünnepségünk kezdetén énekeljük el nemzeti imánkat, a himnuszt. Tisztelettel felkérem dr. Szent Irma István polgármestert ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt ünneplő ácsiak, kedves hölgyeim, uraim! Szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet augusztus 20-án Szent István ünnepén. Ezen a napon emlékezünk első királyunkra, aki a magyar államiság alapjait lerakta. Mi, akik itt vagyunk, valamennyien örökösei vagyunk Szent Istvánnak. Azok vagyunk, akik egy keresztény nemzethez tartozunk, azok, akik építjük, ápoljuk és óvjuk, amit az államalapító ránk hagyott gondolataival, cselekedeteivel, intelmeivel, küzdelmeivel, erejével és hitével. És azok is vagyunk, akik újra és újra összekulcsoljuk a gyermekeink kezét, imádkozni tanítjuk őket Istenhez, és büszkének lenni arra, hogy magyarok. Mert Magyarország annak a vágynak a megtestesülése, ami a szívünkben van írva. Magyarország az örökségünk, amit szüleinktől kaptunk, Magyarország a gyermekeink öröksége is, amit majd rajtunk kérnek számon. És a mi örökségünk, a szűkebb hazánk ács is. Mindannyiunké, akik itt élünk, akiknek a szíve legalább részben itt dobog. Egyetemista koromban ez a nap az alkotmány ünnepe volt. Így hívták akkoriban. Ez volt a nyár egyik utolsó napja. Az idősek azt mondták, ezután már elromlik az idő, jönnek a hűvösebbek. Volt, és talán ma is van ennek a napnak, egyfajta nyárbúcsúztató jellege. Aztán ezt a napot hívtuk még az új kenyér ünnepének is, hiszen eddig a napig mindenütt megtörtént az aratás. A 80-as évek végén már az államalapítás ünnepéről, és akkoriban még első Istvánról beszéltünk az ünnep kapcsán. Aztán jött a rendszerváltás, első Istvánból Szent István király lett, és az ünnep jellege is megváltozott. Visszatértünk az államalapítás ünnepéhez,
Szent István alakjához. István élete és munkássága példaértékű nem csak a magyar, hanem az európai történelemben is. Számtalan írás bemutatja az életét, a tetteit és a kort, amelyikben élt és alkotott. A fiához, Imre herceghez írt írtelmei pedig kiállták az idő próbáját, és még ma is fontos üzenetet hordoznak számunkra, hiszen arról beszél, hogy királynak, vezetőnek lenni nem korlátlan hatalommal járó kiváltság, hanem lehetőség a szolgálatra. Arról értekezik, hogy a gőg és a gyűlölködés, az emberek lenézése az békétlenséghez vezet, és ezeket nem szívleli meg egy király, egy vezető, akkor attól a nép fogja elvenni a hatalmat, és átadja más, méltó vezetőnek. Szent István puritán jelleme és megrendíthetetlen hite példaként állt a későbbi korok nemzedékei előtt, és állhat előttünk ma is. Tetteinek az ereje éppen abban rejlett, hogy nélkülözött mindenfajta öncélúságot, sőt ellenkezőleg biztonságot, hitet, jövőképet adott a népének, az országának. Azt gondolom, hogy ezt mindannyian, de legalábbis sokan értjük, látjuk Ácson is, hogy egy közösségnek csak így van jövője. Polgármesterként én magam is ezt az utat követem, mert azt vallom, hogy az ember ott kezdődik, ahol az én véget ér, és a személy minden érdeke és érzése, önzése és irigysége, haragja és bosszúja alámerül. Az ember ott születik, ahol feltűnik a mi, vagyis az értéket teremtő és valló közösség. Ahol kialakul a szülőföld iránti hűség, elkötelezettség, és akkor is megmarad, kiállja az idő próbáját, amikor ellenséges szólamok ennek az ellenkezőjét hirdetik. Én polgármesterként úgy állok most önök előtt, tisztelt ácsiak, tisztelt ünneplők, a nemzet születésnapján, hogy tudom, a legfontosabb az önök akarata, szava, és ezt, amit korábban mindig, most is meghallom, meghallgatom, és esküvet, amit a város vezetésére tettem és tehetek, októberben újra 5 évre, mert bizalmat adtak nekem, megtartom. A Szent Istváni gondolatiság jelenik meg a munkában akkor is, amikor azt képviselem, a fejlődésnek nem szabhatunk gátot, de csak olyan fejlesztés mellett tehetjük le a voksunkat, amivel Ács nyer és nem veszít. És bizony érdemes feltennünk a kérdést magunkban. Nyerhet Ács azzal, ha veszít? Aligha. A történelem tanít és igazol. Ezt is fogja majd, hogy 2024-ben nem a levegőbe beszéltünk, hogy minden hamis és indulatkeltő szólam ellenére a városért, és nem a város ellen történt, amiben hittünk, amivel segíteni akartuk a felzárkózást. Azzal kell gazdálkodnunk, amink van, és azt őszinte szívvel jelentem ki önöknek 2024. augusztus 20-án nemzetünnepünkön, hogy polgármesterként soha semmi olyanra nem mondanék igent, ami Ács és az ácsi ember ellen való. Tiszta lelkiismerettel állok önök előtt, mert szeretem a városomat, szeretem a hazámat. Tisztelt ünneplő ácsiak, bízom benne, hogy ünnepi szavaimat jó szívvel fogadták, én szívből adtam önöknek. Bízom abban is, hogy üzenetem meghallgatásra talál, ahogy azt mindig kérem, maradjunk meg egymásnak, higgyünk egymásba, száműzzük a mindennapokból a rosszat, a romboló gonoszságot, irigységet és hazugságot. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen polgármester úr ünnepi gondolatait. Folytatásban kérem fogadják szeretettel Bányocki Nóra színésznőt, aki egy az alkalomhoz illő moldvai népdalt énekel nekünk. Ó Szent István, dicsértessél, menj és földön tiszteltessél,
de főképpen nálunk ma, mint hazánk fő oszlopa. Kérünk, mint apostolunkat, és az első királyunkat, Szent István néz mennyből le, a szép magyar népedre, boldogságos szűzanyánknak, mint magyarok asszonyának, föláldoztad hazánkat, szentelted koronánkat. Kérünk, mint apostolunkat, és az első királyunkat, Szent István néz mennyből le, a szép magyar népedre. Amen. Köszönjük szépen a művésznőnek. A folytatásban az új kenyér áldása, szentelése és megszegése következik. Tisztelettel felkérem Milus Ferenc plébánost és Gerecsei Zsolt esperest az új kenyér megszentelésére és megáldására. Ezt követően pedig polgármester urat kérem majd meg, hogy szegje meg a kenyeret, melyet ebben az évben a Brotneti Pékség pékjei sütöttek az ünnepi asztalra. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, az Úr legyen veletek. Hívő magyar népünk mindenkorban átérezte, amit a mi atyánkban kérünk, a mindennapi kenyeret. Ezért adunk most hálát a föld terméséért, hogy az Úr ebben az évben is megadta nekünk a kenyeret. Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az angyalok eledele, örök élet kenyere. Kérünk, áld meg az új kenyeret, amint a pusztában megáldottad az öt árpa kenyeret. Ad, hogy aki ebből eszik, testének erő, lelkének üdvösséget nyerjen, kész és uralkodol, mindörökkön örökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is, minden napi kenyerünket ad meg nekünk, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal. Mert Tied az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, áldáskérésképpen a Máté írása szerinti Szent Evangélium 14. részéből a 19. és 20. verset hoztam elétek. És mikor megparancsolta a sokaságnak Jézus, hogy üljenek le a fűre, vette az öt kenyeret és két halat, szemeit az égre emelve hálákat adott, és megszegve a kenyereket, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És mindnyájan ettek és megelégedtek, és felszedték a maradék darabokat 12 teli kosárral. Mi emberek el tudunk menni a végletekig. Ha erre a történetre gondolok, az 5000 ember megvendégelésének a csodájára, akkor eszembe jut a negatív véglet, szintén a Szentírás beszél róla, amikor a gazdag ember asztala mellett éhen halt a szegény Lázár. És ha a pozitív végleteket gondolom, ezt az igét hívom segítségül, amit olvastam, amikor az öt kenyér és a két hal, ami 12 tanítványnak is igen szűkös eledel lett volna, egyszer csak kikerül a kezükből, oda kerül Jézus kezébe, és valami megmagyarázhatatlan bátorsággal 5000 ember megvendégelésére szánják oda. Markol vagy oszt a kéz. A kéz. A kezek.
ebben a történetben és ezekben a sűrített pillanatokban, amit olvastam, a kezek látják el a főszerepet, a legfontosabbak, minden mást elhomályosítanak. Nagyszerűen lehetne pergő filmkockákon ábrázolni ezeket a jelenet sorokat, csak a kezeket mutatva. Ad, elvesz, felemel, megtör, továbbad, elvesz, továbbad, eszik, összeszedi a maradékot. A kezek. Pedig itt a kezekben csak kenyér és hal van. Nincs benne alkotás, nincs benne építés, nincs benne munka, nincs benne tudomány, vagy éppen fegyver, ami általában intézi a világ dolgait. Legalábbis így gondoljuk. Csak kenyér és hal van ezekben a kezekben. Mégis talán a legőszintébb kép rólunk, amikor a képzeletbeli kamera azt mutatja, hogyan tudunk a kenyerünkkel és a kezünkkel bánni. A koldus és a gazdag végletében a kezet az én irányítja. Az 5000 ember megvendégelésének történetében a kezet a szív irányítja, a szívben pedig az Úr Jézus Krisztus lakik. Az, aki a maga testét és életét ugyanúgy osztja szét, mint az élettáplálékát. Az a kéz, amelyik a keresztre szegeztetett. Hát ezt a kezet kellene néznünk. Ezt a kezet kellene követnünk. Ebbe a kézbe kellene odaadni az életünket, a kenyerünket, önmagunkat. Akkor a kezeink, a szíveink, a kezeitek, a szíveitek életosztókká lesznek. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tirejátok, és adjon ti néktek békességet. Amen. Szépen egyházi vezetőinknek és polgármester úrnak, és a megáldott megszentelt kenyérből természetesen a közönség számára is viszünk, és amíg ez történik, Bájoszki Nóra fog énekelni nekünk egy dalt. Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig volt, nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csüggedők. Hány nagy gondolat és mennyi szív, mely a századok múltán is tenni hív, mindig új reményt ad, étrelkesít, hogy nagyjá légy megint. Bárcsak értenénk a múlt intő szavát, vésett jelzést, mit csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy áldott itt a föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, voltunk és jövünk. Minden hozzáfűz, ám a bennünk ölt, így lesz ez örökké. Mennyi érzelem és szenvedély, mely a téli fagyban is visszatér, mindig új tavaszt vár és jót remél, hogy fel ne add, hogy én.
Nem a gyűlölet, a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább. Hogy szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát, bár csak értenénk a múlt intő szavát. Az égre vésett jelzést mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt a föld. A hömpölygő folyók, az erdők és mezők, ez az otthonunk, itt kell élnünk, voltunk és jövünk. Minden hozzáfűz, áll a bennünk testet öt. És ha gyermeked azt kérdezné, miért vagy büszke rám, hogy miért szebbet áll bárminél. Tanítsd meg neki, hol küldőink énekét, hogy miért él bennünk a hűség, a síron túl is még. Hogy áldott itt a föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők, ez az otthonunk, itt kell élnünk. Ha bennünk testet ölt, jöhet ez a új barát, sose keres új hazát. Köszönjük szépen, és a hagyományoknak megfelelően, most már mondhatom ezt, az iskolába lépő gyerekek köszöntése következik. Mielőtt átadjuk az okleveleket, és engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem azokat az iskoláskorú gyerekeket, akik most hagyják el az óvodát, és szeptembertől már az iskolában bontogatják a szárnyaikat, és hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek ide. Köszöntjük természetesen a szülőket is, és erre az alkalomra hozott nektek is egy dalt Bányocki Nóra, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel ezt a dalt tőle. Ne kérdezd, merre visz az út. A válasz biztonságot úgy se nyújt. Nem tudja senki, hogy hová érkezel. Magadtól indulj egyszer el. Magadtól indulj egyszer el. Honnan fúj a szél? Figyeld meg jól, miről beszél. S ha érted már az összegyűjtött hangokat, találd meg köztük önmagad. Köszönöm.
Köszönjük szépen az útravalót, és akkor az iskolába lépő gyerekek köszöntése következik. Felkérem az oklevelek átadására dr. Szent Irma István polgármester urat és Séregi Péter képviselő urat, a Humánbizottság elnökét. És akkor, ahogy ez lenni szokott, ugye tudjuk, hogy nem mindenki tud itt lenni ilyenkor, de szeretnénk, ha minden név elhangozna, úgyhogy én fogom mondani sorban a neveket, és aki itt van, az jöjjön kicsit közelebb majd, jó? Akár a szülők is kísérhetik, vagy óvónénik is vannak, itt már be vagytok készülve rá. Tehát akkor először a 2024. szeptember 1-én iskolába menő közül a Süni csoportot köszöntjük nagy tapssal. Balogh Rihárd Attila, Csere Dorka Adél, Dániel Csenge, Földesi Nóra Amanda, Galamb Mátyás, Keszi Liliom, Kis Eszter, Kovács Fruzsina, Lakatos Benjamin László, Markó Róbert Ferenc, Márkus Dávid, Pék Vivien, Petrovics Olivia, Rigó Mátyás, Róka Dorina, Sieg Réta Teodóra, Szabó Levente, Tribolt Márk, Vég Erik és Vinke Szabolcs, ők mennek a Süni csoportból. Van-e itt valaki Süni csoportból? Óvónénikre is nézek, úgy nézem, hogy talán nincs. Akkor menjünk tovább a Lepke csoporttal. A Lepke csoportból iskolába mennek Bán Elizabeth Csenge, Csányi Ádám, Kovács Zsófia, Laj Mira, Lenc Anna, Lenc Áron, Pénzes Dorka Lili, Pont Csenge Katalin, Stréli Zorka, Süveg Sára, Szegedi Panna és Tóth Zoé. Érjük meg egyébként a kitűnő bizonyítvány polgármester úrnak. Köszönjük szépen a lepkéseknek, és akkor a Katica csoporttal folytatjuk. Iskolába megy a Katica csoportból Horváth Botond, Hozman Tamás, Jónás Máté András, Kis Benő, Kóródi Huba, Pocsai Cintia Julianna, Ponty Bene, Samai Zsolt, Sárközi Olivia, Szabó Dominik, Szalai Kolos, Szűcs Szonya, Udvarnoki Zente és Vég Tibor. Hóvirág csoporttal folytatjuk. A Hóvirág csoportból következő gyerkőcök mennek iskolába. Ábrahám Mirella, Bogdán Martin István, Bolla Rómeó, Borbé Barnabás, Bóta Jázmin, Bögödi Patrik, Csemez Áron Miklós, Galambos Bella Erzsébet, Hangyál Izabella, Hergessel Kira Viktória, Kerekes János Adrián, Koroncai Mira, Molnár Olivér, Nagy Attila Ördög Dominik, Polgár Bálint Ferenc, Seres Brandon, Varga András Ákos, Varga Sándor Kornél, Virág Hanna Amina, Weiss Marcel Gábor és Zsenák Dalma. Thank you.
legalább egy valaki képviseli a hóvilágosokat. Gratulálok, és emlékezz, ezt az emléknapot majd őrözzem meg, és akkor később, mikor nagyobb leszünk, akkor megnézed, és emlékezzem rá, hogy amikor ment, egy óvodába, kaptál. Jó? Gratulálunk a hóvilágosoknak, és akkor a Szamóca csoport van még hátra nekem. Innen két kis lurkó megy az iskolába, ők nem más, mint Góger, József, Benjamin és Podmilság, Anna, Enikő. Van-e itt valaki a Szamóca csoportból? Úgy látom, hogy nincs, úgyhogy köszönjük szépen. Még egy tapsot szeretnék kérni a gyerkőcöknek, hogy iskolába mennek, és hát nagyon jó tanulást kívánok majd nekik. Az ünnepség folytatásaként a koszorúk elhelyezése következik. Koszorút helyez el a Szent István szobornál, Ácsváros önkormányzata nevében dr. Szent Irma István polgármester úr és dr. Fülesné Balog Anita jegyzőasszony. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében Micsunekné német idén helyezi el a koszorút. Ezzel véget ér. Az ünnepségünk végén engedjék meg, hogy egy meghívást tolmácsoljak önöknek, mégpedig a hagyaték, a hagyományőrző napra várnak szeretettel mindenkit a Református Egyházközség tagjai a templomdombra 15 órától. Az idei témák az élet forrása, víz a forrástól a keresztségig, valamint az élő ige éve, Biblia és biblikus hitvallók. A programok között megtekinthetjük többek között Orbán Ilona és Bazsóné Nagy Marianna alkotásaiból nyíló tárlatot, valamint közreműködik Janowski Csenge népdalénekes is, emellett az Ácsi irodalmi értékek, toronytúra, miniskanzen és Bognár műhely is várja az érdeklődőket, mindezt át 15 órától a templomdombon, ünnepségünk végén pedig kérem önöket, hogy énekeljük el a szózatot.